Takarékossági intézkedéseket léptetett életbe Tamási Város önkormányzata. Az energia és a gáz piaci ára akkora terhet ró a költségvetésre, hogy szükségessé váltak ezek a döntések, hogy elláthatóak legyenek az intézmények kötelező feladatai, és a munkahelyeket is megóvják ezáltal. A polgármester hivatalban pedig a fűtési szezonig, illetve addig, ameddig az időjárás kedvezőbb lesz, addig hosszabb lesz a munkaidő a pénteki napokon, és a leghidegebb téli hetekben pedig a pénteki napokon nem lesz nyitva majd a polgármesteri hivatal. Ezzel jelentős megtakarítást tudunk elérni a következő időszakban. Tamásiban a középületek nagy részében a fűtést geotermiával oldották meg, a legtöbb intézmény energetikai felújítása is megtörtént, de az elmúlt évtized előrelátó projektjei ellenére is szükség van a megszorításokra. November 1-től a művelődési központot elköltöztetjük a Zöldpont és Civil Ház épületbe. Ez egy kisebb, felújított energiatakarékos épület, aminek az üzemeltetése töredékét jelenti a mostani nagyobb épületnek. Ezután csak a legfontosabb városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra költ az önkormányzat, így a következő hónap rendezvényei, mint például az adventi hétvégék is lemondásra kerültek. A takarékossági intézkedésekkel Tamási Város önkormányzata több mint 110 millió forintot spórol majd meg.